A városi stadionból indult, aztán Sóstóra költözött a nyíregyházi extrém hétvége. Első alkalommal 500-an vettek részt az amatőrök, és profik számára is nyílt megmérettetésen, tavaly pedig már megközelítette az 1000-et az indulók száma. Ezen a hétvégén 6. alkalommal várják az ország egész területéről, sőt, a határon túlról is az extrém sport szerelmeseit a szervezők. Azt gondolná az ember, a külső szemlélő, hogy ha már 6. alkalommal szervezünk versenyt, akkor rutinból megy minden, és már igazából félváról veszi az ember, de nem, megújulunk minden egyes alkalommal, és új akadályokkal készülünk, új formációval állunk fel, hogy minél különlegesebb legyen a vendégeinknek. A versenyzői létszám a Covid idejéig emelkedő tendenciát mutatott, utána volt egy kis torpanás, de most hál' Istennek megint emelkedő, úgyhogy ilyen 800-900 fővel számolunk az hétvégén. Szombaton a terepakadályfutással kezdünk, először a felnőttek futamai 5 és 10 kilométeren, utána egy fél órás-órás szünetet követően beindulnak a gyerekek, akik 4 korosztályban fognak versenyezni, számukra is külön akadályokkal készülünk. A rövidebb távon egy 20 akadállyal készülünk, a hosszabb távon egy 25-28 akadállyal. Minden megtalálható majd a palettán, függeszkedős, cipelős, egyensúlyozós, kúszós, mászós, tehát ügyességi erőnléti feladatokkal lehet majd találkozni. A Nyíregyházi önkormányzat a kezdetektől támogatja a rendezvényt. Mindig új dolgot találnak ki a szervezők, amely szerintem külön jó ebben a versenytávban, nem csak nyilván az akadályoknak a leküzdése és a futásnak a nehézsége az, amit az embernek itt, amit át kell mennie, hanem az, hogy közösségi élményt teremtenek, azt gondolom azzal, hogy a strandfürdőnek a melegvizes medencéje egy verseny után ebben a kora őszi időben rendelkezésre áll, ezáltal az emberek át tudják gondolni azt, hogy esetlegesen hogyan versenyeztek, hogyan szerepeltek, tudnak jót beszélgetni, és minden, ami pozitív a nyíregyházi, hogy a versenyző közösségre nézve, amellett nyilván, hogy a sport az egészséggel nyilvánvalóan összefügg, az fontos az önkormányzat számára. A vasárnapi terepfutáson is 5, illetve 10 kilométer vár a résztvevőkre. Ismét lesz kutyás futás azok számára, akik négylábú kedvencükkel akarják teljesíteni a távot. A szervezők mindkét napon több kísérő programmal készülnek mind a gyerekek, mind a felnőttek számára.